Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ismét itt vagyunk a Casablanca Show Centrumban. Folytatjuk tánctanfolyamunkat. A mai táncunkat ismét Horváth Erika ismerteti. A mai alkalommal egy diszkotáncot fogunk megtanulni. A diszkotáncról annyit kell tudni, hogy a vonal táncok közé tartozik, tehát nem párban táncoljuk, hanem mindenki külön-külön. Úgy tudom, erre különösebb szabvány nincs, legalábbis én a diszkókban úgy láttam. Igen, ez valóban így van. Mi alaplépéseket fogunk mutatni, ezt bárki bárhogy variálhatja kedve szerint. Pillanatokban megpróbáltunk egy kis diszkó hangulatot varázsolni ide a kamerák elé. A diszkótánc nem olyan kötött tánc, mint a többi szalontánc, a legindividualistább tánc, ha lehet így fogalmazni. Van azonban itt is egy-két alaplépés, amit jó, ha elsajátítunk, jó, ha elsajátítanak azok, akik esetleg még nem jártak diszkóban. Erika, melyek ezek a lépések, hogyan induljunk el diszkótáncolni? Akkor megpróbáljuk, tehát a táncosokkal együtt, három sétalépés és egy pontozásból fog állni a táncunk tulajdonképpen. Mindenki jobb lábbal indul hátra. Három és. Jobb, bal, jobb, pont. Bal előre, 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 pont. Jobbra, 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 pont. Balra, 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 pont. Séklépés, pont, lép, pont. Megpontozzuk, pont. Pont, lép, pont, 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 séta, 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 séta. Előről indul, hátra, pont, előre, 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 pont, jobbra, 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 pont, balra, 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 pont, sék, lép, pont, megpontozzuk, pont, pont, lép, pont, 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 fordul, előről. Tehát jobb lábbal indulunk. Három és. Séta, 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 pont. Előre, 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 pont. Jobbra, séta, pont. Balra, séta, lép, pont. Sék, pont. Pont, megpontozzuk, pont. Pont, lép, pont, pont, pont. Séta, séta, séta. Végül nézzük meg ezt a táncunkat zenében. Arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok meg felső testtel lazán mozogni hozzá. A slow fox jelentése lassú róka. Ez a tánc azért tartozik a nehezebb táncok közé, mert lassú, illetve gyors lépésekből áll. Amit eddig tanultunk táncokat, ott minden ütésre léptünk egyet. Itt viszont a lassú, amit már említettem, lassú és gyors lépések fognak váltakozni. Tehát akkor csak azt tudom tanácsolni önöknek, hogy még jobban figyeljenek. Thank you.
Akkor most nézzük meg az alaplépést. Külön fogom megtanítani a fiút, illetve a leány lépését. Fiúk lépése a következő. Bal lábbal oldalra lépek, jobbal mellé zárok, ballal hátra lépek, jobb lábbal vissza. Még egyszer megmutatom. Három és. Bal oldalt, jobb zár, bal hátra, jobb vissza. Oldalt, zár, hátra, vissza. Gyors, gyors, lassú, lassú. Gyors, gyors, lassú, lassú. Gyors, gyors, lassú, lassú. A lányok lépése pedig a következő. Jobb lábbal oldalra lépek, ballal mellé zárok, jobb lábbal előre lépek, ballal vissza. Még egyszer megmutatom. Három és. Jobb oldalt, bal zár, jobb előre, bal vissza. Oldalt, zár, előre, vissza. Gyors, gyors, lassú, lassú. 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 Még egy lépést fogunk megtanulni, ennek a neve cikcak lépés. Ezt is külön tanítom fiúknak, illetve a lányoknak. A fiúk lépése a következő. Bal lábbal oldalra lépek, jobbal zárok, bal hátra, jobb hátra. Bal lábbal lépek oldalra, jobbal zárok, bal előre, jobb előre. Még egyszer megmutatom. Három és. Oldalt, zár, hátra, hátra. Oldalt, zár, előre, előre. Gyors, gyors, lassú, lassú. 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 A cikcak lépés a lányoknál a következőképpen néz ki. Jobb lábbal oldalra lépek, ballal zárok, jobb lábbal előre lépek, bal lábbal előre lépek. Jobb lábbal oldalt lépek, ballal zárok, jobb hátra, bal hátra. Még egyszer megmutatom. Három és. Oldalt, zár, előre, előre. Oldalt, zár, hátra, hátra. Gyors, gyors, lassú, lassú. 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 A következőben megpróbáljuk a cikcak lépést párban. A táncosok már párba álltak, el is kezdhetjük. Három és. Gyors, gyors, lassú, lassú. 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 Most pedig megnézzük az alaplépést, egyben fordulva, jobbra fordulva. Három és. Gyors, gyors, lassú, lassú. 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 Mielőtt megpróbálnánk zenében ezt a kis sort, megnézzük először számolásra. Cikcak lépéssel kezdünk, utána pedig a negyed fordulatokat táncoljuk. Három és. Gyors, gyors, lassú, lassú. 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 Gyors, gyors, lassú, lassú.
gyors, gyors, lassú, lassú, 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 gyors, gyors, lassú, lassú. Befejezésül nézzük meg mai táncunkat a Slow Foxot zenében. Remélem, sikerült elsajátítaniuk a Slow Fox lépéseit. Kedves nézőink, lassan tánctanfolyamunk végéhez közeledünk. Jövő héten utoljára jelentkezünk a Casablanca Show Centrumból. Ekkor ismét találkozhatnak az Eraklin Tánc Együttes tagjaival, akik rock'n'rollozni tanítanak bennünket. Viszontlátásra! Felnőttek közül bizonyára sokan ismerik a társasági táncokat és illemszabályokat. Persze vannak, akik soha nem tanulták, vagy netán elfelejtették. Ez évben indult egy felnőtt társasági tánctanfolyam, melynek záróvizsgáján a koszorúcskán vettünk részt. Annak, hogy most újra népszerűek a tánciskolák? De egyrészt szerintem a 90-es évektől a vasfüggöny az lement, és minden beáramolhatott. Eddig volt versenytánc az országban, csak inkább a főbb városokban. A főváros meg a nagyobb vidékiekben, mert régen mondták itt a tanítványaim, hogy jártak versenytánca, csak 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Miért nagy az ádról kell nagy kanizsára jönnie a tánctanárnak? Hát mert vidékre is szoktam járni, és ide jártam Kanizsára iskolába egyszer, és hívtak is. Tehát itt könnyű dolgom volt, mert megszervezték, és összejött a csapat, és akkor jöttem. Felnőtteket vagy gyerekeket tanít szívesebben? Mind a kettőt, bár a gyerekekkel könnyebb talán, gyorsabban tudok haladni. Most egy felnőtt koszorúcskán vagyunk itt éppen. Meg lehet tanulni egy 20 órás tanfolyam alatt jól táncolni? Az alapokat mindenképpen megtudják, 20-24 órásat szoktam én, de én úgy láttam, hogy aki akarta, az alapokat megtanulta, mert egy táncból kb. Három sorozatot tanítok. A tánchoz kell valamiféle tehetség vagy adottság? Létezik olyan, hogy valakit aztán abszolút nem lehet megtanítani táncolni? Az alaplépésre meg lehet tanítani, csak legfeljebb, ugye, tehát a hallása nincs, és be kell számolnom neki. Mert ha megjegyzi a sorrendet, tehát fölírja és bemagolja, azt meg tudja csinálni, csak legfeljebb a kivitelezés nem olyan művészi. Melyek a legnépszerűbb táncok az ilyen tánctanfolyamokon? A rokit azt mindig szeretik, legalábbis, mert én a hatos alapú rokit tanítom. Tehát ott megtanulják az elméletet is, hogy 1-től 6-ig tart az alaplépés. A rokit szeretik, a bluest is, mert az lassú, azzal szoktam kezdeni. Akkor a countryt is, meg a felnőttek is, ugye a partnercser és körtánc. Az angol keringőt is szerettik, meg a bécsit, az angol könnyebb. A latinok közül is a rumba. Azt azért is tanítom, mert
sok zenére lehet táncolni. Lesz még folytatása a mostani felnőtt tánc tanfolyamnak? Egyáltalán lesz még Nagyfanizsán ilyen tanfolyam? Igen, én szeretném, meg mondták is, hogy a haladót szeretnének, a haladó felnőtt tánciskolát. Ha összejön a csapat, akkor jövök, meg kezdőt is szeretnének mások, akik lemaradtak vagy kimaradtak. Korunkban jártunk utoljára a tánciskolába, mondjuk 8-ba, és eléggé elfelejtettük. Ha egy báli szezon jön, mondjuk jó, hogy egy báli parketton elég nehéz táncolni, mert pici a helyez ember egymást lögdösi, de nem is igazán jól táncol, azt hiszem, még ha mutatós is esetleg az, és ezért gondoltuk, hogy szervezünk egyet a felnőtteknek. Egy ilyen társaság összejövetelen kiderült, hogy a felnőtt kortársaink közül senki sem tud táncolni. A diszkó táncból kinőttünk, és úgy döntöttünk, hogy összebeszéltünk többen, hogyha milyen alkalom adódik, akkor olyan közegben, ahol nem zavarjuk egymást, nem nevetjük ki egymást, megpróbálunk megtanulni néhány alaptáncot. Felnőtt korban még meg lehet tanulni táncolni? Hát biztos, a mi esetünk azt mutatja, hogy valamennyire meg lehet egy alapszinten is tanulni. Ez olyan, mint az autóvezetés. Van, aki 20 óra alatt megtanul vezetni, valaki 50 óra alatt, valaki 100 óra alatt, de általában mindenki megtanul valamilyen szinten. Hát a tánc is ilyen, gondolom, hogy gyakorolni kell, csak erre nyilván kevesebb az alkalom meg a lehetőség a mai rohanó élettempóban. Úgy hallottam, hogy ön az egyetlen, aki egyszer sem hiányzott erről a tánctanfolyamról, ennek mi az oka? Hát ez igaz, ezen a napon 1974 óta nem szoktam otthon lenni, mert focizunk, és természetesnek tartottam, hogy ilyenkor se legyek otthon. Így eljöttem táncolni. A focit hogyan lehetett felcserélni a táncra? Hát ez is mozgás, az is mozgás. De kollégáim nem tudják, akikkel együtt játszunk, mert nem árultam, mert ezek cikisztek volna. Most itt az alkalom a netán látják, meg is tudhatják. Említett, hogy cikiszték volna, miért ciki táncolni tanulni? Táncolni tanulni nem ciki, de hát a foci után, illetve a foci helyett azért a mi körünkben már az volna. Lesz folytatása még ennek a tánc tanulásnak? Reméljük, hogy ősszel lesz. Úgy tervezzük, ugye itt közösen a csoportban, hogy októbertől, október vége. Végétől újraindulunk. Ez arra volt jó, hogy az alaplépéseket megtanuljuk, de nem vált ez automatizmussá, tehát még a zene, tánc közben számolnunk kell, meg figyelni kell a lépéseket. Reméljük, hogy majd az októberi újabb 20 órás hozzásegít ahhoz, hogy automatizálódjon. Ha nem is mind a 12 tánc, de legalább 6. De azért most már bátrabban állnának ki a nyilvánosság előtt is táncolni mondjuk egy bálon? Természetesen. Ha más nem, akkor keverve, amiket tanultunk, alkalmaznánk. Nem tűnne föl talán a közönség nagy részének, de már ez előrelépés mindenképp. Szép napot kívánok mindenkinek! Most induló sorozatunkban a társas táncok alapjaival ismerkedhetünk meg, és első táncunk a blues lesz. Ez egy nem nehéz, lassú tánc, 4/4-es ütemű, és az alaplépés 4 lépésből áll, 4 lassú egyenletes lépésből. A fiúk lépését mutatom először, a lábfő az zár, és bal lábbal lépünk oldalt, a jobbal mellé zárunk, és a bal lábbal hátra lépünk hintaszerűen, és utána visszavisszük a súlyt a jobb lábra. Meg is volt a 4 lépésünk, és ugyanígy kezdjük a bal lábbal. Egyből oldalt lépünk. És oldalt, zárunk, hinta, vissza, oldalt, zár, hinta, vissza.
A lányoké is ugyanaz, csak ők a jobbal kezdenek. Tehát lányok, jobban lépünk oldalt, mellé zárunk, és jobb lábbal előre a fiú felé lépünk, és utána visszaviszik a súlyt a súlytal a lábunkra. És megint kezdjük előről, ugye jobbal oldal. És oldalt, zár, hinta, vissza, oldalt, zár, hinta, vissza. Köszönöm, zenét kérem szépen. Tehát fiúk ballal, lányok jobbal. 5, 6, 7, 8, oldal, zár, hinta, vissza, oldal, zár, hinta, vissza, oldal, zár, hinta, vissza, oldal, zár, hinta, vissza. Az alaplépés után fordulást vesszük. Megkérem a babus, légy szíves. Tehát tánctartásban állunk, ugye zár a lábfő, a lány jobb cipője, a fiú két cipője között, és itt bejebb van a kulcsolt kar, mint a standard tartásoknál, és az alkar összeérhet. Tehát lépünk a fiúk ballal, lányok oldalt, vagy mellé zárunk, és a hinta lépéssel fordulunk, a fiúk ballal hátra, és a lányok jobbal előre belépnek a fiúk ballába helyére, és visszavisszük a súlyt, ugye ez súlytalan lábra. És megfordultunk az új irányunkba, és megint következik az oldalt lépés, és oldalt, zárunk, hinta, vissza, oldalt, zár, belép a lány, vissza, oldalt, zár, fordul, fordul. És négyre megfordultunk, és ezután alaplépést táncolunk kétszer. És kérünk szépen folyamatosan, jó? Kettő alap, és négyszer fordulunk. A zenét is kérném. 7, 8, oldalt, zár, hinta, első, oldalt, zár, hinta, második, oldalt, zár, fordul, fordul, oldalt, zár, fordul, második, oldalt, zár, fordul, harmadik, oldalt, zár, fordul, negyedik, oldalt, zár, egy alap, vissza, oldalt, zár, hinta, második, oldalt, zár, fordul, fordul, oldalt, zár, fordul, fordul, oldalt, zár, fordul, harmadik, oldalt, zár, fordul, negyedik, és alaplépés. Jó, köszönöm szépen. A zenére kérem szépen a két alaplépést és a négy egynegyed fordulatokat. Kedves nézőink, mai adásunkban a slow foxot tanulhatják meg, amely standard tánc, négy negyedes ütemű, és könnyen táncolható, mert oldalzáró lépésekből és héta lépésekből áll. Először mutatom a fiúk lépését, de segítséggel szabad. Hát a tartásunk, ugye a standard tartás, zár a lábfő, és a lányok jobb cipője, a fiúk két cipője között van, kulcsolt kar az középen, kisebbik szemmagasságában, és ő kint van. Oldalt záró lépésekkel kezdünk, a fiúk ballal, a lányok jobbal, és utána két sétalépés következik, a fiúknak hátra, a lányoknak meg előre. Tehát a lányok kezdenek jobbal oldalt, a fiúk ballal, mellé zárunk, és most jön a sétalépés, ez lesz a lassú-lassú. Lányok jobbal előre, fiúk balra hátra. És séta, séta. Most megint
oldalt záró lépést lépünk, fiúk balra, lányok jobbal, és oldalt zárunk. Most a fiúk előre sétálnak, a lányok hátra. És séta, séta. Ez két ütem, négyet táncolunk majd zenére. Most kérem szépen folyamatosan előről a négy ütemet. 5, 6, 7, 8, oldalt, zár, séta, séta, oldalt, zár, séta, séta, gyors, gyors, lassú, lassú, gyors, gyors, lassú, lassú. Jó, köszönöm szépen. Ezt kérem zenére. Most jön az, hogy zenére a fordulás. 6, 7, 8, oldal, zár, fordul, fordul, oldal, zár, fordul, fordul, gyors, gyors, fordul, fordul, gyors, gyors, fordul, alapjön, oldal, zár, széta, széta, oldal, zár, széta. Széki táncrendet veszünk, kezdjük el tanulni. Széki táncrend áll első része. Széki négyes, aztán a széki lassú, széki csárdás, porka és hétlépés. Táncházban ezeket az anyagokat táncolják. Még előtte két darab férfi tánc, sűrű és sütka technológia, most nem foglalkozom, mert eléggé nehéz anyag. Meg csak a fiúknak kéne tudni. Tehát széki négyessel kezdünk. Négyes azért, mert négyen táncolják egy körbe. A négyesbe két fiú, két lány táncolja. Az egyik fiú elindítja a sima titi távoló. Sima, nem kell semmiféle föntlen hangsúlyt beletenni, egy nagyon sima titi távoló. Titi, tá, lé, zá. Titi, tá, lé, zá. Nézzük meg. Egy, két, há, és egyet, kettő. Titi, tá, lé, zá. Titi, tá, lé, zá. A forgás az teljesen sima, jó? Abban sincsenek semmiféle föntlent hangsúlyok. A külső lábbal indulunk mindig, a felső test az nézzen a kör közepe felé, jó? És mindig próbálj majd a négyes, a másiknak a lába mögé. Na, induljunk el balra, figyelj! Egy, két, há, és egy, 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 egy.
sima lépések lesznek. Elindulunk a forgással, én leszek a jelző, aki jelző, hogy váltani szeretne. Utána van még 2 darab lépés, 2 és 2 darab csárdás, jó? Csak eddig nézzük meg, indulunk balra. 1, 2, 3 és bal, 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 1, 2 és jön a váltás, hogy van. 2 lép, 2, 2 csárdás, 1, 2, azaz. Elindul visszafelé, jobban, jobban lép ki, hogy lép, tititá. Csak ennyit nézzük meg, jó? Tehát egy kitantás, ott van egy húzás a lépésben, hogy lép, tititá. Csak ennyit kérek, figyelj. 1, 2, 3 és lép, tititá. Azaz még egyszer. Kifelé, résút, kifelé kilép, és utána befelé. 1, 2, 3 és lép, tititá. Induljunk el balra, fordulunk, megcsinálom a két dobbantás, az a jelzés, utána a 2 húzás, 2 csárdás, és utána jobban kilépés befelé kicsitá. 1, 2, 3 és bal, 2, 3 és 1, 2, 3 és jön a jelzés, 1, 2 még 2 lépés, 1, 2 csárdás, 1, 1 és jobban hátra, 1, cicitá és halad jobbra, azaz, jobba, jobb, 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 jobb. Jobbra ugyanez, akkor ne is nézzük meg, külön próbáljuk meg egyből. Jön majd a jelzés. 2 lépés, 2 csárdás, 1, 2, bal, tici, tár és bal, 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 bal. Megint csak jön a jelzés. 2, 2 csárdás, 1. Jobban, jobb, cicitá, nagyon tudom, nincs ennél semmiféle erős, cicitá.